Az est vendége Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár volt, aki gyakran szerepel különböző műsorokban. Az a célunk, hogy a karcagi emberek is első kézből értesüljenek a világpolitika alakulásáról, és különösen arról a háborúról, amely a szomszédságunkban Ukrajna és Oroszország között zajlik. Az a tervünk, hogy más ilyen közéleti alkalmakat is tudunk majd szervezni. Hát remélem, hogy ősszel újabb előadásra kerül majd sor. Ott már leegyeztettem a érintett előadóval, de ez inkább legyen majd meglepetés. Évente 2-3 alkalmat tervezünk. Igazából együtt választottuk ki a témát, de hát a téma az adja önmagát, hiszen most ez a tragédia, ez a szörnyűség itt zajlik a közelünkben, és a magyar embereket nagyon foglalkoztatja. Nem találkoztam senkivel se, aki háborúba akarna menni, aki be akarja vállalni azt, hogy vagy ő, vagy a gyermekei, vagy a unokái közül valaki a frontra kerül. Nagyon veszélyes a helyzet, nagyon nagy emberáldozatokkal, hát ott a fronton azt mondják, hogy 2 orosszal a túlélés esélye, és hát a magyar embereknek ez nem a magyar emberek háborúja, ez Oroszország és Ukrajna között van, és ezért mindenki azon a véleményen van, akikkel találkoztam személyesen is, hogy békét kellene kötni, léte kell hozni valami olyan megállapodást, amely garantálja azt, hogy tartósan, hosszú távon az ilyen fegyveres konfliktus nem fog kiújulni. Nem tudjuk kibogozni egy háborúnak a végkifejletét, hiszen az első világháborúban Vimma császár azt mondta a katonáknak, amikor a frontra küldte őket, hogy mire a falevelek lehullanak, addigra hazajönnek, és 4 év lett belőle. Tehát én nem sárkozom jóslásokba, mint oly sok háború ez is váratlanul kezdődött, de mindig benne van a történelemben, a jövőben az, hogy hirtelen véget is tud érni. Mondta dr. Fazekas Sándor, aki szólt arról is, hogy a mai világban nagyon gyorsan terjednek a hírek az internet segítségével, de mindig van olyan háttérinformáció, ami mindezt kiegészíti. A mai világban nagyon gyorsan terjednek a hírek az internet segítségével, internetes újságok, oldalak vannak fönn, de mindig van olyan háttérinformáció, ami mindezt kiegészíti. És abban bízom, hogy a szervezőkkel együtt abban bízunk, hogy egy ilyen exkluzívabb műfaj továbbra is fönn tud maradni, amikor az adott területnek a szereplői vagy kiemelkedő szakértői lesznek azok, akik elmondják, amit gondolnak egy adott témáról, és az is hozzátartozik, hogy lehet őket kérdezni, és arra nyilván nagyon pontos választ kaphatnak. Az előadó dr. Habil Kis Benedek József a több mint egy éve a szomszédunkban zajló háború előzményeit, okait és a világra, valamint hazánk gazdaságára ható következményeit vázolta a hallgatóságnak, majd válaszolt a feltett kérdésekre. Egyértelműen nem tudok ilyet mondani, hogy hamarosan véget ér, tudnék, egyik fél sem érti még el a célját, sem az oroszok, sem az ukránok, és egy kicsit szélesebb értelemben vizsgáljuk, akkor azt mondanám, hogy az oroszok és az amerikaiak, vagy még szélesebb értelemben azt mondom, hogy Oroszország és a NATO, amivel benne van az Egyesült Államok. Tehát mivel egyik fél sem érte el a célját, sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy rövid távon nem lehet azzal számolni, hogy egy tűzszünet jön létre, vagy egy békekötés. Addig még sajnos nagyon sok ember meghal, hát most a napokban is néhány esemény történt, ami inkább az eszkaláció irányában, mint a megegyezés irányában mutathatna. Nem kell messze menni itt a gátrobbantással kapcsolatos dolgok, illetve az ammónium vezetéknek a felrobbantása, a folyamatos támadás orosz részről, a felkészülés ukrán részről. Ezek mind azt jelzik, hogy nagyon messze vagyunk a békétől. Reméljük, hogy egész Európában nem fog semmi történni, tehát ha katonai eseményekről beszélünk, akkor én nem hiszek egyelőre abban a jelen stádiumban, azt nem merem megmondani, hogy mi lesz egy év múlva, de a jelen stádiumban azt tudom mondani, hogy ez a háború Ukrajna egy részére terjed ki, és tudjuk azt, hogy körülbelül 20%-át foglalták egyreleg az oroszok, vagy tartják megszállás alatt, vagy csatolták Oroszországhoz, ezt sokféleképpen lehet vizsgálni. Én úgy gondolom, hogy ez Európa irányába nem fog elterjedni, mégpedig azért nem, mert hogyha azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a NATO is vegyük egybe az egészet, azért lényegesen nagyobb erővel rendelkezik, mint Oroszország, ezt látjuk a háború folyamán. Én úgy gondolom, hogy ez nem fog egy európai háborúval kiszélesedni, világháborúban meg főleg nem. Tehát azért remélem azt, hogy jobb útra fognak térni azok az érintett felek, ha más nem kimerülés miatt, hogy úgy döntenek, hogy végül is abban marad ez az egész. Az abban marad, azt értem, hogy azért itt a konfrontáció folytatódni fog, legfeljebb különböző intenzitással és különböző szinten.
A nemzetbiztonsági kabinet is ülésezett ma reggel elég korán. Nyilván az összefüggésben van azzal a helyzettel, ami Ukrajnában történt, tehát itt én egész konkrétan a gátrobbantásra gondolok, és hát lehet látni azt, hogy kik vettek részt ezen, tehát nem a széles kabinet, hanem a belügyminiszter, a védelmi miniszter, a vezérkari főnök. Hát a közvetlen érintett tárcán képviselői. Így van, tehát akik érintettek, és ők fognak, vagy kaptak már feladatot, nyilvánvaló, hogy készen kell állni arra, hogy esetleg valami áthúzódó hatás is lehet, nem feltétlenül háborúra kell itt gondolni, lehet ennek egy gazdasági következménye is, mondjuk például a különböző szállításoknak a korlátozása, amit nyilvánvaló, hogy ha ügyesek vagyunk, akkor megpróbálunk kivédeni. Erről szólt szerintem ez a mai megbeszélés.